Magasan a Balaton kék víze fölött a Badacsony sziklái még ma is tele vannak titokzatos sötét barna üregekkel. Valamikor régen, hosszú évszázadokkal ezelőtt, ezekben a barlangokban rejtőzködött öregisten utolsó hűséges szolgája, és ide menekült üldözői elől az utolsó magyar tátos is. Hosszú éveken át ott húzódott meg a járhatatlan sziklabadonban, ahol sem az idegenből jött papok, sem a német lovagurak nem tudtak rátalálni, hogy mágián megégethessék. Mikor aztán már nagyon öreg lett a régi magyar isten utolsó tátosa, egy szép napon elhatározta, hogy elpújdosik örökre az idegenek által megszállt nyugati gyepőről. Ragyogó szép téli reggel volt, amikor a tátos kilépett a barlangból. Füveken, bokrokon, zúzmarát csillogtatott a felkelő nap hideg sugara, és odalent a Balacsony lábánál, mint egy nagy néma tükör terült el a befagyott Balaton, messzire elnyúlva a hólette dombok között. A magos szikár vénemben, a tátosok hosszú fehér talárjában burkolózva lassan aláereszkedett a sziklás hegyoldalon. Tarisznya volt a vállán, abban szárított hús, tűzgyújtó szerszám és néhány pogácsa. Hón alatt pedig egy cserzett bőrbe göngyölt hosszúkás csomag, amit olyan nagy gonddal és szeretettel szorított magához, mintha a világ legféltettebb kincsét menekítette volna benne tolvajok elől. Bár hosszú fehér talárja szinte beleolvadt a hólette tájba, szálas alapja mégis felismerte hamar a tihanyi apátság őrszeme, amit lassú, méltóság teljes léptekkel haladt át a befagyott tavon. Ott megy a tátos, rikkantotta el magát a toronyőre. Fogjuk el élve, vérdíjat fizet érte Veszprémi Gerhárd úr. Csörömpölt a tihanyi zsoldosok fegyverzete a Balaton jegén, de a vén tátos nem indult futásnak. Még csak a fejét sem fordította hátra. Lassú nyugodt léptekkel haladta maga útján, keresztül a befagyott tavon, a szemközti part biztonságot ígérő sűrű erdőségei felé. Tudta, hogy sorsa Isten kezében van, s nem ember szándékában. A távolság egyre szűkült közte és a nyomában szaladó zsoldosok között, már kőhajítással se voltak, s úgy látszott, hogy hamarosan beérik üldözői, amikor egyszerre csak rettenetesen dördült lábuk alatt a Balaton, s a tó teljes hosszával, parttól partig meghasadt a jég. A repedés széles árkában meghullámzott a magyar tenger haragos vize, és megállásra kényszerítette az üldözőket. Hála néked és áldás vizeknek, ura, morogta halkan az öreg tátos, és lassú nyugodt léptekkel folytatta útját a tavonát az erdők felé. Attól a naptól kezdve minden télen meghasad néha hasonló módon a Balaton jege. A nép rianásnak nevezi ezt a félelmetes tünetet, és vannak még ma is, akik tudni vélik, hogy a Balaton ilyen módon kívánja emlékeztetni a magyarokat arra, hogy az utolsó tátos elhagyta a Badacsony szikláit, s amíg nem tér vissza, addig nem lesz békessége a tó sötét vizének. Annak a napnak az éjszakáján halászember kunyhójában pihent meg az öreg tátos, s másnap ment tovább keletnek. Akikhez éjszakázni betért, mély tisztelettel fogadták, s ellátták mindennel, amire szüksége volt. De gondteltek voltak a vendéglátók, mert tudták, hogy halálbüntetés vár arra, aki a régi Isten papjainak menedéket ad. Megjött a tavasz is, mire a vén tátos elérte az Alföld füves, mocsaras pusztáit. Juhászok, gulyások, csikósok fogadták be sátoraikba, s vezették tovább mindig kelet felé, szállásról szállásra. Itt már nem voltak idegen papok, idegen zsoldosok, csupán pusztai magyarok, és az öreg tátos otthon érezte magát közöttük, mintha csak a régi szép magyar idők tértek volna vissza életébe. Kérlelték is, hogy maradjon. Ígérték, hogy elrejtik úgy, hogy a király emberei soha meg nem lelik, de ő csak rázta a fejét.
Dolgom van keleten, mondta, fontos dolg. S ment tovább keletnek. Hosszú szakadozott fehér talárjában, tarisnyájával a vállán, s azzal a titokzatos bőbe csavart hosszúkás holmival a hóna alatt. Forró nap perzselte, zápor eső verte, vihar tépte, bedett talárját, de ment tovább. Mire elérte a rónaság végét, az erdélyi hegyek lábainál kifogyott minden ereje. Az első tölgyfa alatt összeesett. Mikor újra magához tért, kis fakunyhóban találta magát. A nyitott ajtón át kiláthatott az erdőre. A fák lombja sárgult már, ősz lett. Egy asszony hajolt föléje. Hol vagyok? Kérdezte az öreg tártos. És ki vagy te, leányom? Látóasszony vagyok, felelte az asszony. Gyógyítom a népeket, ahogy anyámtól tanultam volt. Akkor mennem kell innen, sohajtott fel a vén tátos, és megpróbált feltűnyökölni. Még bajt hozok Reát, s megégetnek, mint boszorkányt. Az asszony szeriden rámosolygott. Jó ideje útban lehetsz, tátos, mondta. Már nem égetnek boszorkányt többé magyarok földjén. Kálmán király törvényben mondta, hogy nincsenek boszorkányok. Az öreg tátos hosszasan elgondolkodva nézett az asszonyra, aztán csak ennyit mondott. Bölcsember lehet ez a Kálmán, áldja meg őt a magyarok istene. Úgy legyen, tette hozzá halkan a látóasszony. Az öreg tátos ott talált át az erdély kunyhóban. Mikor a tavaszi csermelyek lehorták a hegyekből a havat, s járhatóvá váltak a gerincek, a látóasszony átvezette a hegyeken a Maros folyó völgyébe. Innen aztán pásztorkodó erdei népek vezették tovább, Erdély gyönyörű néma hegyei közé Székelye földjére. Senki sem kérdezte, hogy hova igyekszik és miért. Tudták, hogy kicsoda, s tudták azt is, hogy tavaly nyugaton idegen papok és zsoldosok halálra keresik az örökisten hűséges szolgáit. Lassanként szűkülni kezdett a Maros széles völgye. Két oldalon egyre meredebbek lettek a hegyoldalak, míg végül is a folyó már nem is volt folyó többé, csupán egy kristálytiszta, sebesvízi patak. Eltelt a tavasz, el a nyár is, s az erdők zöldje lassan aranyra változott. Mindössze a fenyő, a székely fenyő őrizte meg színét, magasra tornyosulva fent a gerinceken. Ott a székelyhegyek szívében az öreg tátos egyszer csak megérezte, hogy útjának végére ért. Hazaérkezett. Életének utolsó néhány évét fenntöltötte a havasban, székely pásztornépek között. Békében élt ott, senki sem zavarta. Ügyes-bajos népek messziről eljártak hozzá tanácsért. A székelyek olyan ügyesen beleillesztették magukat az ősi hitet az új világba, hogy az öreg tátos észre se vette, hogy keresztények között él. Mikor a székely fadöntő kivágott egy szálfát, bocsánatot kért a testvérfáktól, mert ez volt az őszi szokás. Amikor áldomást ittak, az első locsantás az anyaföldre ment, és tábor tüzeiket földre oltották ki, sohasem vízzel. Vasárnaponként levallagtak szétszólt erdei szállásaikról a kicsi fatemplomba, ahol a papjuk Jézusról beszélt. De fent, a hegyek között szabadon éltek, mint a madarok, és észben tartották, hogy az Úristen szépnek és jónak teremtette a világot, s a poklot csak az emberek találták ki. Amikor a vén tátos érezte, hogy elérkezett számára az idő, kiválasztotta a székelyek legjobbját, egy bölcs és bátor erdőlakót, és megkérte, hogy vezesse őt fel a legmagasabb sziklacsúcsra. A székely nem kérdezett semmit, csak szó nélkül elindult a vén ember előtt, fölfelé egy keskeny, meredek csapáson, fel a tetőre, ahol a gerincek mind egybefutottak az égbe. Azt se kérdezte meg, hogy mit cipelt olyan félte gondol a hóna alatt. A meredek utolsó szakaszán már úgy kellett vigye ölben a vénembert, olyan gyönge volt. Mikor felértek végre a tetőre, gyöngéden letette az öreg tátost a mohára. Magukban voltak. Felettük a
végtelen kék égbolt, alattuk az erdő végeláthatatlan zöldje. Az öreg tátos lassan elkezdte kikönnyöríteni a cserzett bőrbe csavart titokzatos holmit, amit annyi sok esztendőn át féltve őrzött. Egy kart acélja csillogott meg a napfényben. Markulata tiszta aranyból volt, és pengéje az ősi ékírás jelei. A széke elolvasta a felírást, és térdre roskadt. Isten kardja, szakadt fel belőle a szó. Igen, Géza úr ideje óta őrizik ezt a szent kardot, mondta akadozó hangon az öreg tátos. Elődeim közül többen életükkel fizettek, amiért nem árulták el rejtekének helyét, és én egy életem át bujdostam érette. Most el kell rejtsük itt fent, ahol biztos helyen lehet, és te, fiam, lekelted a nagy esküt ősi szokás szerint, hogy nem árulod el a titkát soha senkinek. Meg kell ígérd azt is, hogy gondját viseled. Évente egyszer fel kell jönnöd ide egyedül, megtakarítanod, lefagyúznod és tiszta ruhába csavarnod. Gondoskodnod kell majd arról is, hogy amikor a te időd is eljön, legyen valaki méltó arra, hogy átadhass neki a szent kard titkát és gondozásának felelősségét. A székely meghajtotta a fejét. Esküszöm az élő Istenre, Isten egyszülött fiára, az Úr Jézus Krisztusra, mondta áhítatosan suttogott. Majd felemelte a fejét, és hangja megcsendült keményen. És esküszöm a napra meg a holdra, a csillagokra, a szelekre, vizekre és a szent anyaföldre, hogy életemmel őrzöm, védelmezem és gondozom Isten kardját. Földanya, ne fogadja be testem, vízapa lökje ki magából, és átkozott legyen örökre a lelkem, ha megszegném eskümet. Így történt, pontosan így, azon a régi napon, fent a székely havasban. Azóta századok jöttek és mentek, s a székely népnek ott Erdély hegyei közt kevés békessége volt a századok során. De bármilyen nehéz is volt az élet, mindig volt közöttük valahol a hegyek között egy ember, ugyanabból a vérből való székely, egyszerű hegyi ember, aki apjától vette át a nagy titok tudását, és évente egyszer felment egymagában a havasokba, hogy gondját viselje Isten kardjának. Mikor kivénült, legidősebb fiát vitte fel magával a titkos helyre, letérdeltette és elmondotta vele ugyanazt az esküt, annak minden szavát, pontosan úgy, ahogy azt az első székely mondta volt el annak idején az utolsó tátos előtt. Isten kardja ott van ma is valahol, és ma is van valaki, egyetlen egy székely a sok ezer között, akinek kilétét nem tudhatja senki, de aki évente egyszer eltűnik a hegyekben, hogy eleget tegyen egy régi fogadalomnak. Aki szóról-szóra tudja még ma is, nem csupán az eskü minden szavát, de az utolsó tátos búcsú szavait is, amiket annak az első székelynek a fülébe sugott, amikor már olyan közel volt a halálhoz, hogy beszélni is alig tudott, és ezt mondta. Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti győzelemre megint a hunok s magyarok ivadékait, amikor egyet lesznek újra, mint hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, öregisten parancsa szerint. Mindenki tudja ezt ott fent a hegyekben, és mindenki imádkozik érte, nap-nap után, évről évre, évszázadról évszázadra, hogy ez a nap, amikor egy akarattá válik újra minden magyar, mielőbb eljöjjön.